Itt vagyunk a Magyar Fotográfusok Házának Kismanó nevű galériájában. Ez tulajdonképpen egy könyvszeres, egy kis kiállító helység. A másodéves fotográfusok hallgatóinak kis kiállításán. 14 fő állított ki ezen a kiállításon. A kiállításnak az a címe, hogy második fokozat. Erről el kell mondanom, hogy azért adtuk ezt a címet, mert az első kiállítás, amelyet a BKF fotószakos hallgatóinak rendeztünk, az idén diplomázott harmadéveseknek, az az első címmel volt, szintén ugyanitt 2012. januárjában a mai Manóházban, csak a második emeleten egy nagyobb szabású kiállítással. A fotószakon, mint tanárok fontosnak tartjuk, hogy a diákok tudjanak gyakorolni, vagy belejöjjenek abba a fajta alkotói gyakorlatba, amely a kiállítási rendezéssel és a kiállításon való szereplése jár. Tehát fontos szempontnak tartjuk azt, hogy mire kikerülnek az iskolából, valamilyen tapasztalatokkal már rendelkezzenek a szakmának arról a részéről, hogy hogyan kell kiállítást rendezni, milyen munkákkal és feladatokkal és szerepkörökkel jár ez. Tehát mire végeznek, addigra valamilyen tapasztalatokkal a színáról rendelkezzenek, mivel hogy alapvetően fontosnak tartjuk azt az elképzelést, amit már az elején is kitűztünk célul, hogy a BKF fotószaka az egy alkotói fotográfiai szak alapvetően, bár emellett mindenféle fotográfiai képzést megadunk a diákoknak, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan diákok, illetve alkotók kerüljenek ki a mi kezünk alól, akik esetleg a képzőművészeti vagy a fotoművészeti szakmában jelen fognak lenni. Tulajdonképpen ezeknek a kiállításoknak a megrendezésének ez a célja, hogy egy szakmai gyakorlatot kapjanak, másrészt vigyék az iskolának a hírét, és hát beleépüljenek a ilyen fiatalon is akár már ebben a célban.